Kezdet csak, ami a napot kívánok. Olyan helyzetbe kerültünk szerintem, amilyenre egyikünk se számított, nem is nagyon tudunk vele szerintem mit kezdeni. Amit szeretnék mondani az az, hogy muszáj, hogy most egy kicsit felelősebbek legyünk, és a magyar virtus egy kicsit háttérbe szoruljon. Ez a vírus, ez mindannyiunkat megtámadhat. Bármikor, bárhol. Ezért igazán az egyetlen eszköz, amellyel tudunk ellene védekezni, az az, hogy mindannyian otthon maradunk. Különösen azok, akik köztudottan veszélyeztetettek, tehát az idős emberek. De azt gondolom, hogy épp ma olvastam, hogy az én generációm, tehát Amerikában például 40-50 évesek vannak többségben a kórházakban. Csak és kizárólag így tudunk segíteni az egészségügynek, így tudunk segíteni az országnak, és így tudunk segíteni egymásnak, és saját magunknak is, hogyha otthon maradunk. És hadd legyek egy kicsit gonosz, nem csak magunk miatt kell otthon maradni, azért is otthon kell maradni, hogy másokat ne fertőzzünk meg. Tudom, hogy jó idő van, tudom, hogy jön a tavasz, tudom, hogy nagyon nehéz úgy élni, hogy egyszer csak az ember alól mindenki megy, hogy nincs dolga. Szerintem otthon is nagyon sok dolog van. Nagyon jókat lehet olvasni. Azt gondolom itt nálunk a házban, meg is volt, hogy a lakóközösség segít az időseknek bevásárolni. Tehát figyeljünk oda egymásra, de a legfontosabb az az, hogy maradjunk otthon, és csak a legszükséges esetben menjünk ki a lakásból. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy Magyarország ugyan elég sok fertőzött van, és sajnos halottunk is van már, de a környező országokhoz képest még mindig sokkal jobban áll. De hogyha nem vigyázunk, ha nem tartjuk be ezeket a szakemberek által előírt szabályokat, akkor nagyon-nagyon durva dolgok történhetnek. Hogy milyen durva dolgok, tessenek megnézni az interneten a Sky News-nak a riportját a Bergamoni kórházból, ami az olaszországi járvány gócpontja, apokaliptikus állapotok vannak. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy minél hamarabb vége lesz, de ahhoz mi is kellünk. A lényeg, hogy maradjunk otthon. Vigyázzanak magukra!